Jó estét kívánok, ez a Civis Értéktár, a Debrecen Televízió helyi értékekkel és nevezetességekkel foglalkozó magazinműsora. Évtizedeken keresztül egy pincében porosodtak azok a szecessziós stílusú üvegablakok, amik most már a Debreceni Egyetem Klinikai Központjának reumatológiai tanszékének folyosóját díszítik. A csaknem 100 éves ablakok a kor legnevesebb magyar üvegfestője, Ruth Miksa alkotásai. Ruth Miksa a legjelentősebb magyar üvegfestő és mozaik művész volt. Először az édesapja műhelyében, majd külföldön tanulta az üvegfestés művészetét. 1885-ben alapította első műtermét. Munkáinak nagy része Budapesten látható. Például a parlament üvegablakait ő készítette, vagy a zeneakadémiájét, de nem csak Magyarországon vannak Ruth művek. Például, ha nagyon messzire megyünk, akkor Mexico City-ben a Teatro Nacionalnak egy 1500 négyzetláb, az körülbelül olyan 130 négyzetméter nagyságú üvegkupoláját ő készítette. Debrecenben is tevékenykedett. Itt nem csupán üvegfestőként, hanem belső építészként is dolgozott. Az ő alkotása az egyetem főépületében a díszudvar üvegkupolája, valamint az aula 5 hatalmas 20 négyzetméteres üvegfestménye. Nagyon híres alkotóművész volt, egyike talán a leghíresebbeknek, Zsolnai mellett, aki a 20. század első felében Magyarország hírnevét külföldre is elvitte. Ezek a szecessziós üvegablakok az 1920-as évekből valók. Ezek is Ruth Miksa alkotásai. 2 éve az akkori egyes sebészet pince szintjén bukkantak rá ezekre. Itt van most a Klinika Központ reumatológiai tanszéke. Ez az épület eredetileg sebészet volt, és a sebészet pince részében volt egy ravatalozó, és annak a ravatalozónak voltak az ablakai ezek, de lent a pincébe, tehát megvilágítva nem voltak. Majd az elmúlt 100 év alatt nagyon sokszor átalakították ezt az épületet, nagyon sok mindent változtattak rajta, és így egy idő után tökéletesen elfelejtődött annak a helyiségnek a funkciója is. Az ablakokon szimbolikus ábrázolás figyelhető meg. 2 lélekmadár jelenik meg rajtuk. Ezek a valóságban nem léteznek, de jól illeszkedtek az egykori ravatalozó hangulatához. Ruth a könyvében is leírja azt, hogy ő ezt nagyon visszafogottan, nagyon úgy akarta elkészíteni, hogy más legyen, mint a Magyarországon általában a ravatalhoz, a távozáshoz való viszony. Ne a súlyos, feloldhatatlan gyászt, hanem éppen, hogy a belenyugvást, éppen, hogy a világ szépségét próbálja valami módon egyszerűen ábrázolni. Az ablakok jó állapotban kerültek elő, kisebb javításokat kellett csak elvégezni rajtuk, és meg kellett tisztítani őket. Azáltal, hogy visszakerült egy olyan helyre, ahol szépen megvilágítja a napfény, így váltak igazándiból láthatóvá azok az organikus, ritmikus struktúrák, amik akármilyen átvitt értelemben, akár az életet is jelképezhetik, hogyha most patetikusak lenni itt a Klinikai Központban. Az alkotásuk méltó helyre kerültek, már a reumatológiai tanszék folyosóját díszítik, ahol bárki megcsodálhatja őket. Hagyományos magyar ételek és számtalan pálinka különlegesség. Többek között ezek kerülnek újra terítékre a Zamat Fesztiválon. A gasztronómiai programot 9. alkalommal rendezik meg a Civisvárosban. Milyen volt a legelső fesztivál? Mennyiben változott az évek során a rendezvény? A Médiacentrum Debrecen archívuma segítségével foglaljuk össze a csaknem egy évtizedes történetet. Vidám koccintásból már az első Zamat Fesztiválon sem volt hiány, bár akkor még a Zamat Pálinka és Páros Kolbász Fesztivál nevet viselte. Kétféle rendszerű főzőkészülék van, van egy úgynevezett egy lépcsős, ez a 2 darab, és a hagyományos 2 lépcsős rendszerű. Ebbe egy lepállással jön le a pálinka a cepléből. De nem csak a pálinka fogyasztás, hanem a pálinka főzés rejtelmeibe is beavatták az ide látogatókat. 20 pálinkaház és 10 étterem kínálatából választhattak az érdeklődők, és a Debreceni Egyetem főépület előtt felállított sátrat a debreceni Páros Illata is bejárta.
a fesztivált hagyományteremtő jelleggel rendezték meg. Elsősorban a utóbbi években nagyon népszerűvé vált magyar pálinka kultúrát. Próbáljuk meg népszerűsíteni, bemutatjuk a gyártókat, forgalmazókat, illetve hogy legyen valami helyi vonzata is a dolognak. Szeretnénk a debreceni páros kolbász hagyományát feltámasztani, újra népszerűvé, közismertté tenni ezt a terméket. 2012-ben az is kiderült, hogy a Zamat Fesztivál első álló. A nem kívánt égi áldás ugyan megérkezett az októberi rendezvény napján, de a szervezők mégsem aggódtak az esős, hűvös idő miatt. Tavaly október közepén volt a Pálinka Fesztivál, a Zamat Fesztivál megtartva, és nagyon hideg volt. És azt mondtuk, hogy hamarabb tartjuk most, hogy ne legyen annyira hideg. Hát nem lett igazunk, mert hideg van most is, bár nem annyira, mint tavaly. Egy szerencsénk van, hogy a Pálinka Fesztivál egy 2500-os hatalmas rendezvény sátorban van megrendezve, tehát sem az eső nem esik, se a szél nem fúj. A Zamat Fesztivál 2015-ben új helyszínre költözött. A Pálinka és Páros Kolbász ünnep azóta a Nagyerdei Stadion északi rendezvényterén várja a fesztiválozókat. Sütőtök, berkenyek, csipkebogyó. Csak néhány példa a Zamat Fesztivál 2015-ös pálinka különlegességeiből. És mintegy 40 féle főételből választhattak a gasztronómia kedvelők. A debreceni páros természetesen itt sem maradt ki a kínálatból, amit a páros kolbász kódexének megfelelően készítettek el a fesztiválon. De a gasztronómiai programok mellett népi mesterségek bemutatója is várta a látogatókat az új helyszínen. 2016-ban a látogatók igényeihez igazodva a sült és grillezett debreceni párosok uralták az ételkínálatot. Sokan kifejezetten a finom falatokért látogattak el a fesztiválra. Nagyon finom a kolbász, bármit csak most érkeztünk, és még csak körbe se néztünk, még nem ittunk semmit, csak eszünk. 2017-ben már amatőr páros kolbász készítő verseny is várta az amatolókat. Muzsika szó mellett készültek a csapatok, az eredeti receptúra alapján kellett dolgozniuk. Kizárólag vágni lehetett a húst, erre ki különböző technikát alkalmazott. Vagy veszünk egy ringakést, amivel ugye egyszerűbb összevágni, vagy két késsel ellenkező irányba mozgva, ha úgy tudjuk összevágni. A versenyzőknek főként a saját tudásukra kellett hagyatkozniuk, egy kis segítséget azért kaptak a megméretetés szakmai vezetőjétől, Szabó Csaba olimpiai bajnok mesterszakácstól. Segítek egy kicsit a csapatoknak, hogyha úgy van, tehát hogy apróbra vágják esetleg a húst, mert ugye a kolbászak most nem sok ideje lesz arra, hogy összetapadjon és megkössön, ugye mert el fog menni egy füstölés, egy 3,5 órás füstölés kap, és utána fogunk zsűrizni. Az autentikus debreciner csak jó minőségű húsból készülhet. Marhából, sertésből, ezek egybelegéből, illetve kóser marha vagy bárányhúsból. A debreceni páros kolbász ezzel a leírással került be 4 éve a hungarikumok közé. A 8. fesztiválon az is kiderült, hogy a debreciner világszerte ismert márka. Ezeknek a feltételeknek már ritkán felelnek meg a boltokban kapható termékek. A debreceni páros már Európában, sőt Amerikában is annyira elterjedt, vagy már ázsiai, közel-keleti országokban is, hogy ezt szerintem nehéz így akár egységesíteni. Nekünk arra kell törekedni Debrecenben, hogy mi itt Debrecenben, tehát igazítva egy picit az új elvárásokhoz, de a hagyományos ízvilágot is megőrizve, és mindig a minőségre. Tehát törekedjünk. A Zamat Fesztivál is ezzel a céllal alakult át a debreceni páros és a pálinka ünnepévé. A tapasztalatok szerint a városban egyre többen érdeklődnek a minőségi gasztronómiai rendezvények iránt. Ez a fesztivál tér vissza idén szeptemberben is, ahol az érdeklődők megkóstolhatják majd Debrecen éttermeinek gasztronómiai különlegességeit és az ország legízletesebb pálinkáit. Emellett koncertek, kulturális programok és a street food konyha érdekességei is helyet kapnak majd a 9. debreceni Zamat Fesztiválon. A következő percekben is a Zamat Fesztivál lesz a téma. Köszöntöm a stúdióban Miklós Völgyi Pétert, a Campus Nonprofit Kft. Igazgatóját, a rendezvény főszervezőjét és Mazsú János, a Debreceni Értéktár Bizottság elnökét. Jó estét kívánok! Jó estét! Jó estét! Nos, hát ugye a pálinka és a debreceni páros ünnepe, ha ez a kettő van, akkor már rossz nem lehet a rendezvény, tehát jól fog kezdődni, de ezen kívül milyen programok, milyen újdonságok várják most a látogatókat? Hát ez a 9. Zamat Fesztivál, sokan kérdezik, hogy mikor fogunk jubilálni, jövőre fogunk, majd erről beszélünk egy pár szót, hogy mivel akarunk jubilálni.
De a 9. Zaman Fesztivál az kicsit a győztes csapaton ne változtas elvet követi. Uh-huh. A 10. az viszont már egy kicsit majd fog változtatni, majd erről beszéljünk, hiszen ez nagyon fontos jövőképeink, vagy szerintem jó jövőképeink vannak, de amiről ugye szólni fog a fesztivál, az a helyi és az országos gasztronómiai értékek. A helyi értékek inkább az étel formájában fognak megjelenni, az országos értékek pedig a pálinka formájában inkább, hiszen az ország összes tájáról, Agártól, Tuzséron át, gyakorlatilag az egész ország minden tájáról tényleg a legjobb pálinka főzdét esznek jelen az Amat Fesztiválon. Az, hogy a helyi értékek közül pedig gyakorlatilag elnök úr majd talán ezt jobban ki tudja fejteni, hogy milyen termelők vannak itt, és mi a gasztronómiai összefüggés a helyi értékek és a fesztivál között, de azt hiszem, hogy mindenképpen egy nagyon tartalmas, minden szempontból tartalmas hétvég elé nézünk. Hát ha már így fölvezett, akkor át is adnám elnök úrnak a szót, milyen helyi termelőkkel találkozhatunk, milyen termékekkel, amik a megyéhez köthetők? Hát ami legelőször is nem csak a megyéhez, hanem elsősorban Debrecenhez köthető, az a debreceni páros kolbász, és valóban az első 10 évből, vagy első évtizedből 9 évet az jellemzett, és az jellemzi az idejét is, hogy az ételválaszték középpontjában a debreceni hungarikum, a debreceni páros kolbász áll, a megjelenő éttermek professzionális séfjei bemutatják azt, hogy ők milyen módon tudják a hungarikum elvárásainak megfelelő minőségben, de saját ízlésviláguknak, saját profiuknak, stílusoknak megfelelően kínálni a debreceni páros kolbászt, és egyebeket is, mint ahogy a debreceni páros kolbászt sem egyedül kínálták annak idején a nagyvásárokon, és azt kell mondanom, hogy itt csak úgy zárójelben, hogy megítélésem szerint, és ezért is egyik nagy értéke, ha nem is a legnagyobb méreteiben az Amat Fesztivál, az egyik legnagyobb értéke de a debreceni rendezvényeinek az Amat Fesztivál, mert a régi debreceni nagyvásárok értékvilágának nagyon fontos elemeit tudja úgy tovább éltetni, hogy ez ma is korszerű, nem egyszerűen avittas, újrabetanítás, újraélesztés, amitől mindenki úgy örül neki, hogy jó, hát tényleg hagyomány minden, de azért ezen lépjünk túl. Nem, ez gyakorlatilag a korszerű hagyomány, amit kínálni tud a debreceni párossal kapcsolatban az Amat Fesztivál, és hát gyakorlatilag ennek a érettsége egy évtizedes tapasztalata gyűlik fel most már, és ezután a 9. Zamat Fesztivál után le fogunk ülni a szervezőkkel, és újra azokkal az éttermekkel, gyártókkal, termelőkkel, akik egészséges élelmiszert meghatározott, ellenőrizhető módon, jó minőségben kívánnak nyújtani debrecenieknek és az ide látogatóknak, hogy hogyan is tudnánk ezt a bizonyos helyi értékeket, a helyi termelői tapasztalatokat, a Debrecen által mindig biztosított magas színvonalú és ellenőrzött minőséget, ami hungarikum szintű, és az éttermi kínálatot olyan módon megjeleníteni ezen a fesztiválon, hogy közben az viszonylag gyorsan fogyasztható legyen, megfelelő akár a vásári hagyományokat korszerűen idéző körülmények között is fogyasztható legyen. Hát ahogy divatosan mondják manapság, slow food legyen, jó minőségű, éttermi követelményeknek is megfelelő minőségű ételeket, viszonylag gyorsan olyan módon kínálni, hogy az ne hátráltassa a rendezvény más elemeinek az élvezetét. Azt gondolom, hogy Péternek, a főszervezőnek ez a fajta koncepciója az, ami felpesdítette mindazokat, akik támogatják, szeretik az Amat Fesztivált. Az Értéktár Bizottság is nagy örömmel támogatja majd az Amat Fesztivál következő 10 évében azt a megújulást, ami valóban ebben az új koncepcióban körvonalazódik.
Szeretjük ugye a debreceni páros sütve, főzve, marhából, sertésből. Mit szögez le az eredeti receptúra, és ehhez képest mennyire szeretik autentikusan főzni a szakácsok, illetve mennyire kísérleteznek új fűszerezésekkel? A gyakorlatilag 4 verziójában nyilvánítattuk és fogadták el Hungarikumnak a debreceni páros kolbászt. A termelési, vagy az előállítási technológiában nagyon fontos az, hogy jó minőségű alapanyagokból, ellenőrzött alapanyagból kell készülnie, az, hogy nem pépesítés, vagy nem darálás és mindenféle olyan állagú masszának az előállítása, ami utólag már ellenőrizhetetlenné tesz bármit, hanem csak is darabolással, vagy kézi, vagy pedig gépi darabolással, kutterrel felvágva, és megfelelő módon fűszerezve. Ezen kívül természetesen a verziók közül, ami eredeti és Hungarikummá nyilvánítatott, az még az a változat, amit legkorábban a Debrecen körül lábon tartott marháknak a húsából készítettek. Ez a tiszta színmarha, és ugyanennek a kóser változat, ami a rituális ellenőrzés és a hozzáadott érték miatt különbözik ettől a bizonyos eredeti marha debreceni párostól. A harmadik verzió az, amikor 30% az marhahúsból és 70% a mangalicából készült, és utána a 20. század új terméke volt, akkor újult meg a hússertéseknek az elterjedésével az, hogy már nem mangalica, hanem hússertésből is készülhetett jó minőségű hússertés, ellenőrzött húsából a debreceni páros, és itt újra a debreceni minőséget hangsúlyozom, mert ezért válhatott világhírűvé, ezért vitték el a hírét és a receptúráját, és az igényt, hogy máshol is előállítsák a világon. Német kereskedők és mindazok, akik a debreceni vásárra jártak, és hát azt reméljük, hogy megint ezek találkoznak össze, a helyi érték, a tapasztalat, az igényesség, és az a fokozódó igény, hogy az életminőségét a debreceni polgárok egyúttal abban is megtalálják, hogy csak jó minőségű és főleg helyi alapanyagokra épülő ételeket fogyasztanak. És ugye ezeket a páros kolbászokat nem csak meg lehet kóstolni, hanem saját kezűleg is lehet ugye készíteni. Mit érdemes tudni a Vágod elnevezésű versenyről? Hát a Vágod verseny az egy rendkívül jó hangulatú kis verseny. Azért mondom, hogy kis verseny, mert ugye a sátor befogadó képessége miatt körülbelül 20 csapat tud indulni, de reméljük, hogy jövőre, hogyha tudunk növekedni sátor szempontjából is, tehát nagyobb helyünk lesz, akkor jelentősen növeltjük a Vágod rendezvényen induló csapatok számát. Ez arról szól, ez a Vágod, hogy az emberek nem tudják, amit az elnök úr mondott, hogy az igazi debreceni páros az nem pépesítve van, hanem fel van szépen, azt hiszem, hogy 2 vagy 3 mm-es méretre van ez szabva, kockázva, és ezt a tölteléket, amit fűszereznek, kell a páros kolbászba betölteni. És ezen a versenyen különböző közösségek, legyenek szó, vannak céges csapataink, vannak baráti társaságok. Sok-sok órán keresztül csak vágják ezt a bizonyos húst és szalonnát, és utána a végén fűszerezik, és utána megtölti egy profi hentes csapat, és az egész folyamatnak a végén ezt a elnök úr vezényletével egy hozzáértő zsűri ezt le is ki is értékeli, és van első, második, harmadik egészen értékes díjak, 100 000 forintos pénzdíj van. Akkor nem kis tétje ebben az is évben, van. Valamint egy elég értékes kis hétvége a csapatnak, aki ezt megnyeri. Úgyhogy ezért is nagyon jó, de mondom, önmagában mind csapatépítő tevékenység is kiváló, hiszen ne felejtsük el, hogy azért a Pálinka Fesztivál is ez egyben, és mindig akad a vágosás közben egy kis pálinka is, hol így, hol úgy. Úgyhogy a hangulat az... Hány pálinkaház fogja, bocsánat, képviseltetni magát? Azt hiszem, hogy 14 pálinkaház több mint 200 féle pálinkával lesz, úgyhogy lesz miből válogatni. Én mindig azt mondom, hogy de általában hál' Istennek azért, amit mondok, azt általában az emberek nem tőlem, de önmaguktól meg is tartják, meg is fogadják, hogy azért
A részegség hány esetleg nem jellemző az Amat Fesztiválra, a jó kedv, a alkalmanként kapatosság az igen, de a biztonsági szolgálat utóbbi években például részeg ember miatt nem kellett intézkednie. Tehát hogy a biztonsági szolgálatnak, úgyhogy ez a kulturált közeg, amiről elnök úr is beszélt, ez talán átragal a látogatókra is, mert tényleg ahhoz képest, hogy ez egy alkoholnak a bemutatója, ez a rendezvény többek között, nagyon jól viselkednek a nézőink, és ezt ezúton is köszönjük, és kérjük továbbra is, hogy ezt így tartsák. Ha már megemlítette a látogatókat, ugye a külföldiek gyakran mondják, hogy nehéz a gyomruknak a magyar fűszerezés. Mennyire szeretik mondjuk akár a debreceni páros kolbászt, vagy külföldi gasztronómiai rendezvényeken mennyire lelhető fel a debreceni páros kolbász? Én már találkoztam Ausztráliától, Japánon át, természetesen Nyugat-Európáig, Németország, német területeken ugye ma is gyakran találkozik az ember a debreceni páros kolbásszal. Az, hogy Japánban egy tokiói piacon találkozik az ember, az már egy kicsit érdekesebb, izgalmasabb, de ugyanúgy kínálják ausztrál nagy rendezvényeken is a debreceni páros kolbászt, mint ahogy megtalálható mellette egy másik hasonló termék, magyar termék, a csabai kolbász is. Legutóbb én Wörthamm Dunauban találkoztam a debreceni páros kolbásszal, és mégpedig furcsa módon egy helyi hentes mester, akinek egy elég nagy gazdasága van és húsfeldolgozó üzeme, vitte el a hagyományokat még a dédapja idejében, ugye a család, és ez a helyi hentesmester ma is még a 19. század végi receptúra szerint állít elő debreceni páros kolbászt, mégpedig olyan módon, ahogy jön az ősz, azt mondja, hogy 50-60 kilométeres körzetben, ez egy nem túl nagy település, mindenki oda igyekszik hozzá, és a sör mellé csak debreceni páros kolbászt esznek, azért, mert ugye a sörfesztivál, a hangulat, ahogy a Zamatnak is a hangulata, az valami hasonlót kíván, mint a debreceni páros kolbász, de ez tudva lévő, valóban elkészíthető főzve, párolva sütve, és simán sütve is, tehát mindenki ízlésének megfelelő módon hozza azt a zamatot, azt a fajta ízletességet, szaftosságot, ami mellé tényleg jó borokat, pálinkát, és hát persze jó német söröket is lehet fogyasztani. Sajnos azonnal lejár az adásidőnk, úgyhogy tényleg nagyon-nagyon röviden, hogyha megkérhetem, mégiscsak erről a jövőképről beszéltünk az elején, röviden összegezve, hogy mire számíthatunk majd. A jövőkép lényege az, hogy még közelebb szeretnénk hozni a helyi gasztronómiai szolgálatokat a helyi termelőkkel. Mi arra törekszünk, hogy a jövőben ezek a piaci szereplők egymással találjanak az Amat Fesztiválon, és úgy mutassa meg egy termelő egy gasztronómiai szolgálaton keresztül a saját termékét, hogy ő azt leginkább szeretné láttatni. Ez a lényege, ez a koncepciója, igyekszünk jövőre is kiváló programokat hozni, mint hogy ebben az évben is nagyon fontos, hogy nem mondtuk el, lesz egy Super Hooligans koncert péntek este, szombaton pedig 32 év után egyszerre egy színpadon lesz Hobó és Deábül Gyula, fantasztikus lágereket fogunk tudni meghallgatni. Úgyhogy a jövőkép az ez. A még jobb rendezvény, még jobb fellépők, még jobb ételek, és bízunk benne, hogy mivel a gasztronómia a régióban tényleg nagyon szépen fejlődik, mi ennek tudunk egy nagyon jó szinten lenni. Várjuk most a hétvégi finom falatokat, kellemes ízeket, aztán pedig majd a jubileumi rendezvény. Köszönöm szépen, hogy elfogadták a meghívásunkat. Köszönjük szépen. Folytatjuk sorozatunkat, amelyben a debreceni utcanevek eredetének járunk utána. Tudták például, hogy ki volt Péter fia, vagy Dósa Nádor? A Mester utca vajon a civis mesterségekről kapta a nevét? A következő percekben ez is kiderül. Klasszicista és barokkos jellegű polgárházak sorakoznak egymás mellett a Péter fia utcán. Debrecen civis jellegét ma is őrzik ezek az épületek. Bár az idő múlik, a régmúlt korok emlékeit őrzi a város. A Péter fia utcának is sok mesélni valója van az utókor számára. Azt ugye az előző adásban megtudtuk tőle, hogy a 13. században Debrecen köré árkot építettek, és ajtókon keresztül közlekedhettek a debreceniek, és ugye azt említetted, hogy itt a Péter fia utcán is volt egy ajtó, akkor ez azt jelenti, hogy ez is egy határa volt a városnak? Persze, a Péter fia utcán is volt egy ajtó, ennek a nevét őrzi az Ajtó utca, és egyébként a Péter fia utca is az egyik legősibb utcája Debrecennek, mert hogy
az elsők között épült ki gyakorlatilag ez is. Ez nem csak a város legrégebbi, hanem az egyik leghíresebb utcája is. Az elmúlt években nagyobb üzletláncok is épültek itt. A tervezők igyekeztek az egykori polgárházak klasszicista stílusait belecsempészni a modern stílusú épületekbe. És akkor tisztázzuk a családi állapotokat, tehát ki volt a Péter, és ki Péter fia. Péter fiát Jakabnak hívták egyébként, nagyon sokáig magát az utcát is Péter fia Jakab utcának hívták. Ugye a 18. század környékén volt az, hogy a végét elhagyták, mert ugye a debreceniek azért szerették a rövidebb neveket használni, és így maradt Péter fia utca. Az utca történetének egy tábla állít emléket a tanítóképző főiskola épületén. A várost először az 1235-ös váradi regisztrumként ismert törvénygyűjteményben említették Debrecun néven. Debrecen ekkor még önállósággal nem rendelkezett, egyszerű nemesi birtokok együttese volt. Egyébként, ha már itt a családi viszonyokról volt szó, akkor a 13. században valóban Debrecennek a telkeit, mondhatjuk azt, vagy az urasági telkeket, azokat hárman birtokolták, Rofoinbán, Dózsamester, vagy Dózsamester, illetve Péter. Péternek volt egy szintén Péter nevű fia, akinek volt a Jakab fia, innen jön a Péter fia Jakab. A Rofoin örökös nélkül maradt, az ő birtokait örökölte meg Dózsa mester. Tehát a Mesterfalva, a Debrecen falva területeit Dózsa mester örökölte, Szent László falvát pedig Péter fiának a Jakab nevű gyermeke. Az utcanevek változtak az évszázadok során. Sokan talán még emlékeznek egykori nevükre. És ha jól emlékszem, a Péter fiát még régen bonyolították is, ugye? Hogy is volt, hogy volt Nagy Péter fia? Így van, tehát jellemző volt egyébként Debrecenre sokáig, hogy a nagyobb utcákból nyíló, vagy a mellettük lévő utcákat szintén azon a néven említették. Így volt lehetséges, hogy a Péter fia utcát régebben Nagy Péter fia utcának is hívták, és a Rákóczi, mai Rákóczi utcának az egyik részét pedig Kis Péter fia utcának. Egyébként ez a városban máshol is jellemző volt, például a Mesterfalva városrészben. Ha egy kicsit arrébb lépünk, két kerek kőtömböt figyelhetünk meg a kapu két oldalán. Debrecen óvárosi részeiben több helyen is fellelhetők. Ilyen kis érdekes dolgokat helyeztek el, mégpedig azért, hogy a kapukon beguruló szekereknek a kerekei ne sértsék meg magát a kaput, illetve hogy a kerekek sem sérüljenek meg, tehát kerékvetőknek hívjuk igazából ezeket. Van, ahol kőből készítették őket, van, ahol vasból, van, ahol valamilyen figurát ábrázolnak, van, ahol csak ilyen kőből van, például a régi városházánál is, még a Kossuth utca felőli kapunál. Vannak még olyan utcák, amelyek az eredeti birtoktulajdonosok nevében? Így van, itt elhangzott a Dózsa mesternek a neve. Az ő nevére utal egyébként a Mester utca, aminek régen Dózsa mester utca volt egyébként a neve, csak ez is szintén a debrecenieknek a köznapi használatnak köszönhetően rövidült, és maradt a Mester utca. És ugyanott egyébként a Mester utcánál ugyanaz az érdekesség figyelhető meg, mint itt a Péter fia utcánál, hogy ott is az egyik kapcsolódó vagy mellette lévő utca szintén Mester utca volt, csak Kis Mester utca. Tehát a mai Mester utca az régen Dózsa mester utca volt, amiből maradt a rövidülés a Mester utca, illetve hogy Nagy Mester utca, és a közelben található Betlen utca néven ismert utca az régen a Kis Mester utca volt. De hogyha figyelmesek a hallgatók, meg a nézők, akkor ez a Dózsa szintén ismerős lehet, a Dózsa Nádor tér például szintén ezt őrzi. Debrecenben nagyon sok utca híres civis mesterségekről kapta a nevét. Így például a Szappanos, a Pereces és a Tímár. A Mester utca viszont rácáfol erre a tematikára. Nem egy tevékenységre vonatkozik, hanem mester, magiszter, mert hogy a Dózsa mester egyébként egy olasz egyetemen szerzett tudományos diplomát, úgyhogy itt például pont nem az él, ami más egykori mesterségeket viselő utcaneveknél. A debreceni család munkásságának legfontosabb jelképe talán az 1297 és 1311 között épült gótikus Szent András templom volt, amely a mai nagy templom helyén állt. Az egykori templom már csak a történelemkönyvekből ismerhető. Debrecen ikonikus temploma ma is őrzi elődei emlékét. Ez volt a Civis Értéktár. Új adással legközelebb két hét múlva várjuk Önöket a képernyők elé. Köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!